Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Szentes Annó adását láthatják. Ma egy olyan film első részét tekinthetik meg, mely Rózsa Gábor hagyatékából került elő. Az 1980-as évek második felétől a Kossuth József Múzeum legendás munkatársa sok-sok órányi VHS felvételt készített. Fontos lenne ezen felvételek előkerülése és mielőbbi digitalizálása, hiszen a több évtizedes szalagok élettartama erősen közelít a végéhez. A levéltár gyűjteményéből került elő ez a kazetta, melyen Rózsa Gábor dr. Lakos Gézával, a szentesi repülés történetének egyik jelentős alakjával beszélget életútjáról. Dr. Lakos Géza az 1946. március 7-én a városi kórházban brutálisan meggyilkolt egykori rendőrkapitány testvére. Az 1988 őszén készült beszélgetésben kirajzolódik a Lakos család története, s természetesen a politikai gyilkosság áldozatává vált testvér históriája is. Ma a beszélgetés első részét láthatják. A folytatás a Szentes Annó következő részében kerül majd képernyőre. Szentesen, ilyenkor ősszel, amikor már hosszúak az árnyékok, nagyon sok diaszpórában élő kerekedik fel az úgynevezett krizantém túrára. Az egyik ilyen elszármazott szentesével a krizantém túrán 1988-ban találkozunk, amikor szokásukhoz híven felkeresik néha a ligetet is az emlékek miatt, és esetleg a múzeumot a barátok miatt. Kezi csókolom! Szervusz! Jó napot kívánok! Szervusz! Szervusz! Direkt azért jöttem ide köszönteni téged, mert Szentesen, mióta ti felnőttetek és elmentetek, már csak ez az egy repülőgép maradt. Na most gyerekek, jó vannak még gyorsan? Igen. A Kiskurca hídjánál csatlakozunk ehhez a túrához, és azért, hogy a sok szentesi lakos közül az egyik híres család ősi fészkét felkeressük, végig kell mennünk a főutcán. Ugye jól mondom, Géza bátyám? Igen. Milyen emlékeit kötnek téged ehhez a főutcához, amik így most gyorsan eszedbe jutnak? Március 15-i ünnepélyekre mindig itt jöttünk el a szoborhoz, és a többi társainak szép könyveik voltak bekötve meg táskába. Én meg afféle betyár diák egy összehajtott könyveskével sétáltam itt, és jöttem el, miközben végignéztem a piac téren, itt szemben a templom előtt a Kofár város sokasságát. Hétköznapok, az héten kétszer volt, de azon kívül a városnak a kedves személyeit, így például a dr. Lakos Pista bácsit, az is ősöm volt, aki volt itt főpolgármester. Igen, most egy lakost említettél, viszont mi tudjuk, hogy ő csillaglakos volt, a te családod pedig, ha jól tudom, V-lakos, ugye ez a vörös lakos. Igen. Vajon igen. Ez a megkülönböztető név, eredete, ismeretese a családokban? Úgy fiatal gyerekkorom, hogy hallottam ezeknek a megkülönböztetéseknek a jellemzőjéről, de őszintén szólva már nem emlékszem vissza rá, mert valahogy úgy elmosódtak ezek később, úgyhogy csak a lakosok. Elképzelhető, hogy általában mondjuk valamelyik asszonynak a családneve különböztette meg, vagy pedig, na már ne haragudj, de itten csillaglakos, vöröslakos, F-lakos, M-lakos. Elképzelhető, annál is inkább, mert az elmúlt években került kezembe a Kempelen családokról szóló krónika, illetve összeállítás, egy hatalmas könyveske, ahol megtaláltam szintén az őseimet, és ott találkoztam lakos feleségekkel, vagy fordítva, de ott több vörös névvel találkoztam ebben a lexikonban, és az az érzésem, hogy innen datálódik ez. Na most azt tudtam meg, hogy a Bercsényi utca 1-es számú ház volt a család ősi fészke. De hát ez nem vetíthető vissza az idő határokon túl mindenre, mert ha jól tudom, 1906-1908 között még nagytőként találjuk édesapádat, Lakos József református néptanítót. Így van. Igen, ez a Bercsényi utca 1-et már én is
nagyobb diák voltam, talán lehettem a harmadikos gimnazista, amikor ide kerültünk. Ezt a házat szegény édesapám építette ilyen akkori hosszú lejáratú kölcsönnel, amiről ma is hallani. És van fokozatosan épült ez az emlékezetem szerint a 4-5 éven át épült fel. Előzetesen a Rákóczi út 44 szám alatt laktunk a óvodával szemben. Igen, ahol ismerős hely. Egy sarokház volt, és az én kisgyerekkorom azt tulajdonképpen ott telt el, és nagyon jól éreztem ennek magam. Ennek szerint te is és testvéred és a felsőfátú református iskolába jártatok. Én ott jártam a Deák Ferenc. Melyik tanítókra emlékszel legszívesebben? Én Tóth Károlyra, nagyon fiatalon meghalt, a bátyám sírja mellett van az ő sírja, és mindig szoktam egy szál pár világot tenni a sírjára. Nagyon rövideig tanított, mert fiatalon aránylag meghalt. Azután nagyon kedvesen emlékszem Szilágyi Erzsébet nevű tanítónőmre, valamint Kun Sándorra. Igen. Kun Sándorra. Hát kérlek szépen, ezeknek az uraknak és hölgyeknek a képei a múzeumban megtalálhatók, hála Vilice László nagytiszteletű úrnak, aki a református egyházi gyűjteményből ezt a rendelkezésünkre bocsájtotta. Mi oda jártunk mindig a felsőpárti református templomba egy időben, aztán később, amikor ide költöztünk, akkor már másik központi templomba jártunk. Én is Solideo Glóriás voltam, hogy annak idején, mint ilyen református diák. De én nagy betyár voltam, nem sokat törődtem akkor se ezzel, se azzal. Igen. Úgyhogy, ahogy mondani szokás, későn nőtt fel be a fejem lágya. Igen, igen, és hogy is mondjam, nedved vulgarizmusnak, de minthogyha édesapád is tanító létére már a századfordulón Csallány Gáborral kokettált, ő hozzá közeledett, pedig akkor Csallánynak még nem volt olyan nagy tisztelete, mint amit később szerzett. Ő volt az a tanító, aki a nagytőkei iskolába úgynevezett kötképek vetítésével foglalkozott, tehát a modern módszereket alkalmazta először. Az ilyen, hát fáklyaként égő ember indítékai általában mások, mint az egyszerű, a köznapi embereké. Nagyon nagy barátságban volt édesapám a Gábor bácsi, akit én is nagyon jól ismertem. Nagy cserkész volt, alig lehetett a köszönésben megelőzni őt, olyan kedves ember volt, bár... A krizantém túrák első állomása mindig a temető, ahová az elszármazottak nagy csokor virágokkal, koszorúkkal érkeznek. Első útunk, mivel róla beszélgettünk, a 101 éve született édesapád Lakos József sírjához vezetett. Ő 1962-ben halt meg, mint olvashatjuk. Mi volt az ő betegsége? Tüdőrákban halt meg. És tulajdonképpen minek köszönhetjük, hogy végsősorban hát ilyen csúnya betegség lett az ő osztály része? Nagy dohányos volt. Igen. A dohányzást pedig mindjárt visszavezethetjük, ugye a tanárember idegességeire, meg arra a sorsra is, ami tulajdonképpen az ő életsora volt. Mert a neve, hogy Vörös Lakos, ez egyszer egy picikét megszínezte az ő politikai hovatartozását, és pedig megválasztották. Hogy volt ez, Géza bátyám? Hát Vörösnek nem volt Vörös sohasem, bár abban az időben csak azt mondták, hogy Vörös és kommunista, azonban divat lett volna ezt neki is mondani, meg nekem is mondani, 45-ben azonban sohasem mondtuk, mert nem volt igaz. De hogy tiszta gondolkodású, szociális felfogású ember volt, ennek tanuljelét adta 1919-ben, amikor az őszi rózsás forradalom idején a tanárok és tanítók szakszervezetének az elnökévé választották meg, és egyéb ilyen néptanácsnak a tagja volt, stb. És emiatt bizony ő... Nagyon szerényen elsiklasz, viszont hogyha fellapozzuk a Szentes Város történetéről nemrégiben írt hát szép könyveket, akkor a mártírok, az érdemesültek, vagy hogy is mondjam, az akkori politikai motorok névsorában nem találkozunk édesapád nevével. Vajon miért lehet ez? Igen, ez megdöbbentő, hogy én magam elolvastam ezeket a könyveket, még ráadásul nem is Magyarországon, hanem Münchenben. Azonban annyira nem érdekelt, mert hogy a vasárnapi rádióadásról vegyek egy szót, vagy egy mondatot, ilyen csiribiri embereknek a könyvei, meg felszólalása, abszolút nem érdekelnek. Csak az bosszantott hirtelenében, és fölment biztos a vérnyomásom,
hogy akkor, amikor olyan sokat szenvedtünk, és édesapám is olyan sokat szenvedett, most az utókor alig 40 évvel már meg sem említi, bár mondom, nem vagyunk erre igényjogosultak, vagy hogy mondjam, igényesek, mert abszolút nem érdekel bennünket, hogy ezek az emberek írják, vagy nem írják, de amikor már ilyen sokat szenvedtünk, akkor már a történelmi hűség kedvéért nem lehet volna szabad kihagyni. Ugyanúgy, mint ahogy olvasom a történelmi könyvben, úgymond macskakörmök között mondom történelmi könyvben, a Szentesvárosnak a történetét a felszabadulás után, ahol egyetlen egy mondattal sincs megemlékezve se édesapámról, aki a városnak az első vezető emberei közé tartott 45-ben, akik itt maradtak, négyesi polgármester, aztán a gazdasági tanácsnok, meg stb. Sorolhatnám, nem beszél az édes bátyámról, ugye? Sem egyik nem szerepel, sem a másik nem szerepel. Hát majd az igazi történetéről majd föl fogják fedni, hogy milyenek az oka. Én már akkor régen porladozni fogok talán ebben a kuticában, amelyik itt van most mellettünk. De majd az igazi történelem tudósok ezt fel fogják majd fedni. Hát igen, mert aki abból indul ki, hogy aki a múltat nem becsül, a jövőt nem érdemli, az tulajdonképpen úgy is jár. Ha viszont ma közvetlen tényekhez próbálunk visszamenni, akkor azt kell mondjuk, hogy édesapád annak ellenére, hogy nem említetik meg, mégis jasz nyelven szólva, és most ne haragudj itt a sírja, mert így beszélek, ő mégis elvitte a balhét valamiért. Elvitte. 2 év, 4 hónapot ült a szegedi csillagbörtönben bírói ítélet nélkül. Tartalékos főhadnagyként szolgálta végig a első világháborút. 4 évi katonai szolgálat és 23 hónapi harctéri szolgálat után, és ettől a téres verejtékkel megküzdött lesz rendfokozatától, 1923-ban a demokratikus magatartás, amit azt lefokozták. Tehát 23-tól ő tulajdonképpen abban a rendszerben lehetetlenné lett téve. 100%-ig ugye természetesen mondanom sem, hogy a tanítói állását, a hivatását is, amire az életét feltettem, azt is elveszítettem. Miből éltetek meg? Erre pontosan visszatok emlékezni, hiszen én 19-ben születtem, ugye, tehát 23-25 után, 5-6-8 év múlva már élénken emlékszem, viszont fönt a Rákóczi-Ferenc utca 44 számú háznak az udvarán volt egy hatalmas nagy udvar volt, és egy ócskavas gyűjtést csinált, tehát ócskavas kereskedő volt abban az időben, mondani szokás. Ez jelentette azt, hogy ilyen kupacokban voltak a vasak kifektetve, ami hallatlan sok oldal ember volt, most túlzás nélkül mondom, hogy életemben azóta se találkoztam ilyen önművelt emberrel, ismétlem távol áll tőlem, hogy őt Nimbusszal övezzem, de hallatlanul olvasott, és igaz, sokszor kikapott édesanyám, amikor segíteni kellett volna, hogy hagyd már azt az olvasást. Nem, valóban értett minden sok oldal ember, úgy műszakilag is, és ezeket a vasokat, én még ma se tudnám úgy összeválogatni, kiválogatta ezeket a ringyrony vasakat, és volt bele ilyen vas, olyan vas, amolyan vas, amit a különböző ilyen mesteremberek, meg ahogy ma mondják, barkácsolók föl tudtak használni, és ott naponta megfordult, hogy 10-12 ember, és úgy bókláztak, mint most az ócskás piacokon. Ebből tengettük az életünket, azon kívül plakátragasztó volt apám. Én, mint kisdiák, sok éjszakán át segítettem neki, hogy 1 óra fél 2-ig a plakátokat ragasztani az első időben. És ugyanez a kisdiák ment másnap reggel a főutcán végig az iskolába, és a táskájából a könyvek nem úgy néztek ki, mint az összes többi, mert használt könyvei voltak. Így, az is a segítő egyesület jóvoltából, Szakó tanár úrnak a jóvoltából mindig rám nézett, és szemüvegét lejjebb eresztette, és úgy érezte, hogy nekem ez szüksége. Pedig nálatok, ahol 3 fiú volt, és mint mondtad, te voltál a legkisebb, hát tulajdonképpen neked a levetett holmik kellettek, hogy jussanak. Az is volt. De nem szoktál ehhez hozzá, mert ha jól tudom, fiatal korodban te egy kicsikét büszkesége is voltál a saját környezetednek. Mi volt ennek a lényege? Valahogy volt benne ebben olyan kis dacosság is volt benne részint, hogy na azért... Hogy megmutatod azért is. Megmutatom. De nagyon szegények voltunk őszintén, szóval el kell mondjak egy példát nagyon gyorsan, nem akarom az időt rabolni, az a magyar elegáncia és a szépre. Volt a nagybátyám, az doktor papi, mert volt édesanyámnak az édes bátyja volt, aki ilyen városi közigazgatási bíró volt abban az időben. Így mondták, és ő egyházban laktuk velünk, ez már Bercsényi utcában volt, és nagymamám is ott lakott, és sose felejtem, egyszer találtam a szekrények anyán egy ilyen, ma is úgy mondják, meg akkor is, Eszterházi kockás nadrágot. És nekem nem volt rendes ruhám, nem volt rendes, hát mindig szerettem a szépet. És megtaláltam ezt az aránylag jó nadrágot, és oda mentem a nagymamámhoz, lehettem olyan 15
5 éves, oda mentem a nagymamámhoz, és mutatom a nadrágot, hogy nagymama, hol van ennek a kabátja? Nem tudom én, Gézukám, nem tudom, és nem nyugodtam, mert a 2 napon vagy 1 napon megint oda mentem a nagymamához, hogy nagymam, nézzük már meg valahol. Hát, hogy elhessegetett, de végig fejhez kapott, és azt mondja, hogy Gézukám, tudod, pufi kutya alatt van. És kimentem az udvarra, és ma már nevetik el rajtam. Kivettem a pufi kutya alól a kis házából, háromszögű tetejű házából, kivettem, elvittem tisztítóba, sose felejtem, mintha ma lenne, és utána a város első szabója, Mészáros Feri Ferenc bácsi, mindenki ismerte a szabályba, a legelső szabó volt, és annál volt ilyen folyószámlánk, fizettünk, nem fizettünk, hol dolgozott, hol nem, de hallatlanul tetszett neki, hogy én annyira szeretem a szépet valahogy, és olyan örömmel dolgozott nekem, még a számlánk is volt, és ebből a ruhából, ebből a kutya alatti zakóból és a hozzátett nadrágból nekem egy igen szép öltöny volt, amit legalább 3 éven át használtam. Egy mondatban, hogy lenyaszadnék, hozzátenem, hogy ennek a Mészáros bácsinak hosszú-hosszú évtizedek múlva egy nagy bajba került a fiam, és a sor segítsége révén visszaadhattam neki azt a kedvességet, mert én védtem a fiát akkor már, mint ügyvéd Budapesten, abban az ügyben, amelyben 3 halálos ítélet is született, és ő ezt aránylag megúszta, nem az én sikeremnek, mondom, ez csak jól esett akkor ennek a Mészáros bácsinak viszonylag, akinek már akkor a földjét elvették, úgy 21 volt földje, már iparát nem folytattam, mert már agyérremeszesedése volt, és már nagyon elaggott bácsi volt, de én olyan boldog voltam a lelkem, hogy valamit visszaadhatok neki. Tapasztaljuk azt, hogy az emlékek megszépülnek. Én örömmel hallom azt is, hogy ilyen derűsen tudsz bizonyos, hát felhős, keserű dolgokra is emlékezni. Azonban meg kell kérni, hogy kérdezem még itt, édesapád sírja mellett, hogy tulajdonképpen katonás nevelést kaptatok? Még ezt sem lehet mondani, hogy katonás nevelést, egy bizonyos mértékig úgy engedte kifejlődni a természetünket. És nagyon őszintén mondom, nem is volt ideje szegénynek, hogy törődjön velünk tanító létére, mert egyszerűen a megélhetését kellett küszködni neki. Többek között az amerikai Cormick traktorgyárnak volt a dél-magyarországi ügynök, és járni kellett a uradalmakat, ugye vidékre, stb. Az egész megyében, meg talán másik megyében is, hogy eladjon ilyen Cormick, akkor még azt hiszem ma is. A kérdésem tulajdonképpen arra irányult, hogy úgy is feltudnám, hogy sportos nevelést kaptatok, hiszen mind a hányan fiúk kitüntetek. Hát, önviselték, lehet mondani azt, hogy igen. Én nem voltam 4 éves, amikor már Tiszára vitt ki kis biciklin, és akkor már bátyám még tudtak úszni, és én kb. 4 éves lehetem, amikor már én a Tiszában nagyszerűen úsztam. Na most az, hogy ti a technikai és katonai pályát választottátok, abban az időben tulajdonképpen egyet jelentett azzal is, hogy annak a rendszernek, amelyik tulajdonképpen apádat nem kényeztette, te szívvel lélekkel lettél katonája. Nagyon könnyű erre válaszolni. A 30-as évek közepe táján lettünk úgymond a nagyfiúk, felnőtt fiatal emberek, mind a 3, 23, majdnem egyszerre, bátyám 33-34, a legöregebb bátyám, akit elveszítettem, a középső bátyám, akit szintén elveszítettem, és én is, ugye 38-ban, amikor már bizonyos konjunkturális időpontok kezdődtek. Nekünk nem volt lehetőségünk a sok választás között, egyetemre gondolni sem mertünk, mert egyszerűen nem volt erre lehetőségünk, nem volt pénzünk rá. Nem is voltunk olyan jó tanulók, különösen én nagyon rossz tanuló voltam, nagy csibész voltam, ha ezt nem mondanám el, akkor ugyanúgy fals lenne, mint ahogy a történetíróknak fals a könyve szerintem. Tehát rossz tanuló is voltam, tehát még csak erre sem foghatom, sem a tanáraimra nem foghatom, hanem csak önmagamra, és arra, hogy szegények voltunk. Hát Einstein matematikából bukott meg, te pedig egy jó patvarista lettél a rossz tanulóságodra. Hát talán így is lehet mondani, meg nem kell messzire menni, a Bugyi Kossuth-díjas professzor és a 6. gimnáziumban úgy emlékeztem, hogy ő is megbukott, és stb. Sorolhatnánk, de én nem bírálok magamnak ilyen nagy mondatokat. De tény az, hogy egyszerűen nem volt sok választási lehetőségünk, sem a bátyámnak, sem másnak. Hát nem volt pénzünk magyarul. Itt az egyben a ruházkodás, ha elmondtam, hát ugyanígy vonatkozott volna ez az egyetemre, és nem tudtunk sehova sem menni, és így azt láttuk legkézenfekvőbbnek az akkor induló fiatal életünkben, ahol sportosan megállítva engedett a katonaság. Hát így került a középső bátyám, ugye
szintén katonák, aztán én már jóval később megpályáztam a repülőket, pekemre megfeleltem egészségileg, ugye azért mondom, hogy pekemre, mert ha nem vesznek akkor föl, mint ahogy számos társamra emlékszem, amiket nem vettek, azok Torontóba vagy a világ másik részén ismert nagy gyárosok, meg egyetemi tanárok, de hát engem fölvettek, és akkor én nagyon büszke voltam, igen, hogy megfeleltem, és egészségileg is, és utána akkor mint repülő és pilóta teljesítettem szolgálatot. Hát, hogyha itt édesapád sírja mellett elmondtuk mindazt, ami te benned az ő érdeme, akkor tulajdonképpen azt is még meg kell kérdeznem, hogy első fia, József, milyen pályára készült, hiszen neki most, ha jól tudom, évfordulója volt, éppen 75 éves lenne. Igen, élhetne még. Szeptemberben volt 75 éves. Hát ő neki volt a legsanyarúbb helyzete. Példaképetek volt Ferencnek és neked? Igen, igen, azt lehet mondani, a hallatlan fiatal korában és hallatlan szigorával, hallatlan jó indulatával, valamivel hallatlan, mindig csak ezt a szót tudom mondani, humánum árad belőle. Most úgy is lehetne mondani a szegények iránt, de ez nagy képűség lenne. De valahogy érződni lehetett rajta, talán édesapámnak az a múltja, mert ő érezte, mint leghamarabb beérett fiatalember közöttünk, hogy mi is az, ami bennünket sújt és a hátunkat ostorozza. És akkor amikor ő érettségizett, 1934-ben az egyik újságcikk, amit foglalkozott velünk nem régen, az 35-öt írt, de az tévedés, mert 34-ben érettségizett a bátyám. Tehát a legnehezebb időkben és hátán ezzel a hatalmas súlyjal és homlokán ezzel a demokratikus megbélyegzettséggel sehova nem tudott menni. Vasúti tiszt szeretett volna lenni, nem sikerült. Finánc szeretett volna lenni, nem sikerült. Tiszára járt ki ilyen dokmunkásnak abban az időben, akkor volt ilyen mázsajavítóban, akkor szellemi szükségmunkás volt itt a városháznál, hosszú időn keresztül a lakos Pista bácsi vitte be oda is, nagy nehezen, és akkor leszolgálta a katonai idejét, a tényleges katonai idejét, még akkor sem tudott elhelyezkedni végül. Ha szabad ezzel a szóval írni, hogy megváltás volt neki a számára, amikor az ország megnagyobbodott 39-ben, és talán kissé elfeledték ezt a demokratikus múltat, és felhívás volt az újságban, hogy lehet jelentkezni detektívnek, és akkor jelentkezett a rendőrség kötelékében detektívnek. Nyomatékkal hangsúlyozom, hogy detektívnek abban az időben, szentesek nagyon jól tudják, 4 pógári elegendő volt, nem kellett még érettségi sem. A bátyám pedig érettségi, és az ő fellépésével, tehát még magasan beférkőzhetett ebbe a karba. És 39-től mind a detektív. Este szolgálatot. Hagyj már, hogy lássam a neve neki. A Szeder temető ravatalozójától nem messzire, az úgynevezett főkörön, annak külső peremén találjuk nagypapádnak, papimrének és feleségének, Mecsbalog Eszternek a sírját. Ők mikor meghaltak a 20-as évekbe, illetve a néni, mint látom, sokkal később halt csak meg, nem gondolták volna, hogy az egyik élete világában, virágában lévő testvérednek is hirtelen bekövetkezett szomorú halála ebbe a nagyszülői sírban marad ugye ránk emlékezetül. Mi volt ez az esemény 1946 márciusában, ami ővele, mint volt detektívvel történt? A legöregebb bátyám, Józsi, mint mondottam, 39-től a rendőrség kötelékében teljesített szolgálatot, és amikor 1945 elérkezett, akkor ő szentesen teljesített szolgálatot, már akkor évek óta, és a szovjet csapatok megszállását követően az akkori Nemzeti Bizottság egyhangulag, mint szakképzett embert, mint tanult embert, mint város szülöttjét, mint egy kitűnő fellépésű embert, hát megválasztották a város rendőrkapitányával. Hiszen a rendőrségi munka szakmunka. Hát ő előzetesen, természetesen elvégezte ezeket a különböző szakmájával járó és a belügyminisztérium, akkori belügyminisztérium által elrendelt tanfolyamokat, ugye?
De már egy jelentős gyakorlata is volt, mondhatnám, ismerte a csirkefogókat. 7 évi szolgálata volt. Hát ismerte az egész város. A város szemelátára nőtt fel, többet volt a városban, mint én, mert elkerültem is. Hallottam róla egy történetet, hogy egy alkalommal ejtőernyő nyílt ki a város felett, és egy katapultáló pilóta, amikor földre ért, akkor vették észre, hogy barna a bőre, talán néger lehetett, és meg akarták lincselni. Tökéletesen emlékszem rá, hogy az imént a pár perccel ezért említettem, hogy humánum sugárzott belőle a világító szemeiből. Hát talán egy eklatáns példája volt 1944. augusztusában, én ugyan a harctéren voltam az időben, de az ő emlékezet elmondásaiból és irataiból is pontosan tudom. 1944 nyarán, augusztusában amerikai támadás során egy amerikai gép pilótája, Raflexki Vitold, nem is bocsánatok, nem az amerika, az angol légierő pilótája, az ejtelnyővel földet ért, és akkor, hát ugye az akkori tömeg, hát ismerjük a tömeg lélektan, szabályszerűen ott helyben agyon akart venni, és a bátyám a pisztolya segítségével tartotta távol a örjöngő tömeget, hogy megmentse ezt a pilótát, aki sikerült, már életben maradt. Az ő fogja volt talán 2 héten át, hazulról vitt be neki élelmiszert, édesanyám adott élelmiszert, ezt is mesélték aztán később, amikor én hazakerültem. És minden adata pontosan ismert volt, ma is ismert, előttem is az okmányokban. És nagyon érdekes volt, mert 1947-ben, amikor az amerikai missziót teljesített Budapesten szolgáltat, egy felhívást kaptunk, Clark, ha jól mondom a nevét, írva vagyunk úgy, hogy Clark, az angol misszió vezetőjét, egy pársoros értesítést kaptunk, hogy tudomásukra jutott a bátyám magatartása, és halála után is ők szeretnék kitüntetésben részesíteni. És soha nem felejtem el, édesapám a Szentesi Postahivatalnál, feladó vény ma is a birtokunkban van, föladta a bátyámra vonatkozó adatokat és a Raflexki Vitoldra vonatkozó adatokat. Úgy tudom, hogy ez lengyel származású amerikai vagy angol katona volt, ha jól emlékszem. Érdekes, hogy a legenda már négert csinált belőle. Én őszintén szóval nem tudom, csak a nevéből ítélem, hogy lengyel katona, lengyel származású, Raflexki Vitold. De lehet, hogy néger katona volt, én erre már őszintén szóval nem emlékszem, csak azt tudom, hogy a bátyám 2 héten át, talán még tovább is, amíg azután a szövetséges erőknek átadta, de szóval megmenekült a pilóta, hogy haza is került, aztán tovább megszűnt közöttünk. Igen, hát ez csak egy kis epizód volt az ő életében, rövidre sikerült életében, mert ugye a 44, 45, 46 azok kemény változásokat hoztak. Igen. Hogy élte ezt át? Abszolút, divatos ez a szó, hogy demokratikus gondolkodású, de ha valaki demokratikus gondolkodású volt hozzám képest is, meg a sok ismerősömhöz képest, hogy valahogy olyan kiemelkedően demokratikus gondolkodású ember volt, de hangsúlyozom, hogy ez ő rajta jobban érezhető volt, mert ő neki a ifjúkora eltelhetett azzal a meditálása, hogy miért vagyunk itt, és miért vannak ezek a nehézségek. Például, amikor ugye hazaküldtek bennünket, volt, hogy mind a hármunkat a gimnáziumból, mert nem tudtuk a tandíjat befizetni. 33 pengő volt a tandíj, és volt, hogy mind a hármunknak egyszerre kellett befizetni, negyed évenként, ha jól emlékszem. És hol az egyik fiúnak, hol a másiknak nem tudtuk befizetni. Nem jött össze. Nem jött össze, és akkor szegény bátyám ezt találkozott egy ismerőse, és mondta az illető később, hogy más diák úgy örült volna, hogy blitze, és bátyám szomorúan ment hazafele, hogy nem tudta befizetni a tandíjat. Hát igen. Ilyen apró dolgok, olyan mély nyomokat hagyhattak benne. Komolyan vette a sorsát. Ja, mély nyomokat hagyhattak benne, és azt hiszem, hogy ez determinálta őt arra, hogy valami kemény, demokratikus szellem önmagában kifejlődjön. Kedves nézőink, ezzel adásunk végére értünk. Önök a Szentes Annó segítségével Rózsa Gábornak dr. Lakos Gézával készített 1988 őszi beszélgetésének első részét láthatták. A folytatást a Szentes Annó következő adásában tekinthetik meg. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Film weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!